először is szögezzük le, a videó marhára összeszedetlen lesz, kapaszkodjatok meg. Mert olyan hullafárad vagyok, reggel 5 óta küzdök a babettával. Nem küzdök, ez egy élmény. Egyszerűen, húristen, folyamatosan, amikor csinálsz egy ilyen projektet, mindenkinek ajánlom, komolyan mondom, aki ott ülsz a gépet, lakjál te a panelba, vagy akárhol, bárhol. Mert én is most gyakorlatilag szinte minden részt itt ebben a helyiségben csinálok, és nem, nincs akkora mocsok. Győzd meg, mutasd meg ezt a videót faterodnak, muterodnak, és álljál neki, vetessél 30 ezer forintért egy babettát, és ne a gép előtt ülj csak, hanem állj neki, és meglátod, hogy mekkora élmény egy ilyet megcsinálni, amikor egy járművet, egy 40 éves járművet olyan állapotra tudsz hozni, szinte olyan nem nagy pénzből, hanem munkával, hogy ez eszméletlen, hogy olyan, mint amikor kijött a gyárból. Gyönyörű, és rengeteget lehet belőle tanulni, és nagyon nagy élmény az egész. Na, reggel 5 óta föl vagyok, kicsit összeszedetlen lesz a videó, igen. Először is, hogyha itt lennél, körbe csókolnálak, te az, aki ajánlottad, hogy lehet a krómalkatrészeket megtisztítani, mert isteni vagy, komolyan mondom. Volt egy srác írta a videó alá, hogy ők úgy szokták megpucolni a krómokat, hogy ecetet használnak és szivacsot. Mondom, jó van, biztos igazad van. Hát adok neked egy esélyt, mert olyan szinten ótvarok voltak, na ide bevágom azt a képet, nézed meg. Na ilyen állapotban voltak a kerekek. Hát olyan állapotban voltak a kerekek, hogy azon gondolkoztam, hogy egyébként a másik babszlőről lesz, de mert még ezzel is jobb állapotban voltak. Komolyan. És mondom, itt kuka lesz, azok a kerekek mennek a levesbe, fúrosda volt az egész gyerek, már megmutatom, hogy mi lett belőle. Oda nézzél testvérem, uram Isten, hallod? Nem tudom, hogy mutassam, hogy végig fusson rajta a fény. Úgy néznek ki, mint akit most kroboztak. Komolyan mondom, gyönyörű. De akkor már, ha itt tartunk, akkor itt már végig megyek. Mert a nagy felledülésben csináltam olyat, hogy akkor nekiestem a kipufogónak, ami szintén olyan rozsda volt, hogy szinte nem is látszott, és úgy voltam vele, talán nem is tudom, a videóban talán látszik az előzőben, hogyha ide vágtam meg gépet, akkor tudtam kiszedni vele. Ez olyan volt, hogy mondom, kuka kategória. És nézzed, már meg, hallod, ilyen állapotban lett. Ilyen állapotban lett, ugye karcok rajt vannak, meg ilyen ütődések, 40 éves, ne viccelj, hallod. De a króm az olyan, mint hogyha most krómozták volna. Nekiestem akkor utána a kormánynak, tanksapkába borotfálkozni lehetne, gyerek? Ne vicceljél velem, nagyon brutális. Meg hát ugye mellékesen elmondanám, hogy főstörgéltől kipört, lecsiszoltam az egész pudva vázat, rettenetesen tagolt egy ilyen váz, de olyan gyönyörű lett. És pont egy ilyen, amikor ide behoztam, és mondom, csinálok róla egy képet, elküldtem egy-két havernak. Hát mondom, nézzed bár meg testvérem, hát hogy néz ki ez a váz? Annyira gyönyörű. Hallod, még megszólal a váz? Szinte látom, amikor a gyártó soron ugyanígy lógtak. És akkor ugye néhány alkatrészt még itt izéltem, még itt fényeztem, még egy csomó hátra van. Igen, még egy csomó minden hátra van. A tank az rettenetes. Nem azt a pudva tankot, amelyiket találtuk, azt kezdtem el, de lehet jobban jártam volna, mert ez nagyon csúnya. Van rajta egy horpadás is, amit nem vettem észre. Festés után láttam, hogy van egy, hát nem olyan nagy horpadás, olyan horpadás, hogy szinte nem is veszed észre. De akkor is. De egyszerűen annyira élvezem, és annyira gyönyörű lett ez a váz. És amikor össze fogom rakni, mindenképpen videó. Jó, azért nem volt videó egyébként erről, mert ugye nem hiszem, hogy azt akartatok nézni, hogy én térdelek a fürdőszobába, a zuhanytálcára, és egy ecettel a kezemben, a másik kezemben egy szivacsal, egy ilyen mosogató szivacsal dörzsölöm azt 3 órán keresztül azt a kereket, azért, hogy lejöjjön róla. Mert oké, hogy jól levitte, tudod, könnyen levitte, de olyan tagolt egy ilyen kerék, hogy az őrület, minden küllők között tudod, mindenhol ki kell subickolni, hogy halál volt. Na, úgyhogy ez volt ma, ugye megcsiszoltam a vázak, meg ugye tiszta dzsúva voltam, nem tudtam volna a kamerát indítani normálisan, meg egyébként annyit elmondanék, hogy hétfőn érkezik egy jó kamera, kipör rendőt egy kamerát, azzal már olyan videókat fogok csinálni, amilyet akarok, és nem olyat, amilyet tudok, mert ugye ez nagyon nagy különbség, hogy már szarrá világítod a helyiséget, meg már mindent megcsinálsz, csak mert egyszerűen nem tudod kiküszöbölni azokat a dolgokat, amik vannak sajnos, hanem egy jó kamerát egyszerűen nem tudod átlépni azt a határt, érted? Hiába próbálkozol
szarok, na, értitek, remélem, mit mondok. Na, jó, igen, és valószínűleg ma vagy holnap be tudom fejezni a, itt a festést, meg minden előkészületeket, és mindenképpen videóba fogja szenvedni össze a Keeper az egészet, viszont nekem van egy nagy segítségem, itt van egy babetta. Igen, itt van egy babetta, ő egyébként még durvább projekt részese lesz. Ő lesz ugye a fúgyár, ő meg egy olyan csoda lesz, gyerekek, hogy az meg fogjátok nyalni az ujjatokat. Ő imádja, ő egy nagy kuriózum lesz. Kitaláltam vele, mi lesz, nagyon jó lesz, imádni fogjátok. Na, viszont terjünk vissza a pirosra. A pirosat, minden egyes alkatrészét ugye meg fogom tisztítani, olyan állapotban ide fogom készíteni nekünk, hogy gyakorlatilag összeszerelés lesz. És jó, már itt a babetta, hogyha véletlenül eltévedek, akkor tudom, hogy hogy kell összerakni. Hogy valószínűleg jó van összerakva, bár nem biztos, mert egyébként ez nem indul. Nem indul, nem baj, megcsináljuk. Viszont, ha már itt az indulásról lenne szó, van nekünk itt egy blokkunk, a pirosé, ami valószínűsítem, gyerekek, hogy ez a piros babi. Igen, egyébként tudom, miért villog. Remélem, hogyha a vágóprogramban nem tudtam kiküszöbölni ezt a villogást, így akkor bocsi, tudom, miért villog, mert ugye összeakad a hálózati frekvenciával, de nem tudok vele mit csinálni most ezzel a kamerával, nagyon pedig be van állítva, 50 Hz-re mégis összeakad. Viszont, jó, van ez a blokkunk. Az előző tulajdonos, elmondom nektek, szerintem ezt felgeneráloztatta. Egy az, hogy le van zárva, ilyen akkurátusan lezárt, azért mindig csak a ízét szokták beadgyomni a rongyot, ilyen akkurátusan lezárt beömlő és kiömlő, vagy kipufogó nyílás, még nem láttam, hát konkrétan megmutatom, mert tiszta kosz a kezem, úgyhogy azon ne röhögjetek nagyon, meg piros festékes vagyok. Oda nézi, hallod? Lapos vas, kifúrva, hallod? Perfect. Így van megcsinálva. A másik dolog az, hogy van kompresszió, mint a disznó. A harmadik az, hogy egy ilyen motor, büdös életben nincs ilyen tiszta, főleg alul. Megrég ráadásul a papír tömítések, itt néztem őket, itt egy kicsit most nem tudom elengedni, mert eldől, de hogyha így megkaparom, akkor ezek újak. Ezek annyi, hogy beszívta az olajat, de egyébként tök jó állapotban vannak. Úgyhogy ez valószínűleg, hogy ez fel lehet generálozva, vagy valami legyen csinálva. Megnézegetem természetesen. De talán jó lesz. De akkor megúsztunk egy nagy hatszaszárét. Ebből lesz videó, akkor egy kicsit belenézek, ha az fos, nem jó, akkor lesz róla videó, ugye mindenképp akkor gyűrűzni kell, esetleg új dugó, meg minden kutya szar. Ha nem kell, akkor csak megtisztítása lesz, azt átlépjük, skipöljük. Ja, ha nem, akkor a következő videó már új kamerával, és úgy fog elkezdődni, hogy itt van a babetta váz az asztalon, és mi neki állunk összerakni. Na, ennyit akartam mondani, nagyon szépen köszönöm, remélem írjatok videót, hát tetszik? Ja, és a több alkatrész is ugye festve van, néhány még mindig lóg a garázsban, az nem így van festve természetesen, és mindenkinek ajánlom, kezdjen bele. És mindenképpen úgy kezd bele, mert én is régen azt csináltam, hogy csak e-mail-ámmal, de ez nagyon-nagyon örülök annak, hogy úgy találtam meg ezt a babsztit, hogy teljesen szét volt szedve, mert igazán így lehet. Így lehet felújítani egy járművet, hogy a pici darabokra szétszeded, és minden egyes alkatrészt külön foglalkozol. Minden alkatrészbe belefekteted azt az energiát, hogy olyan nézzen ki, ahogy amit te el tudsz belőle érni. És akkor, ha összerakod azokat az alkatrészeket, amik mondjuk ez a váz úgy így néz ki, hát a kezem meg így, akkor onnan tolva, mivel az apró alkatrészek minden egyike tökéletes, retörekedő, így valószínűleg a végeredmény is tökéletes lesz. De ha nem tudod belefektetni az utolsó csavarba is a maximális energiát, akkor nem érdemes csinálni. De mindenkinek ajánlom, hogy álljon neki egy ilyennek, mert baromi jó. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá csubi cső!